Köszönöm az igényes indexképet, Roger B-nek. Helló srácok, ez itt a Gaming is Fun, és elérkeztünk az operátoriskola sorozat második évadának negyedik részéhez, amiben a főszereplő a White Noise DLC-vel érkezett Vigil lesz köszönöm, hogy megnézed ezt a videót, igazán nagyon értékelem, remélem tetszik, ha így van, nyomj egy lájkot, like írd le a véleményed, az meg, hogy jusson el másokhoz is, és ha még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel. Ez a sorozat pedig arról szól, hogy minden operátort értékelek egy 1 skálán, fegyverkészlet, gadget és használhatóság terén, vagy A, B vagy C kategóriába sorolom őket, elmondom, hogy miért játsz egy karakterrel, vagy miért ne. Kezdjük is egyből Vigil fegyverkészletével kettő elsődleges fegyvere van, az egyik a k 1 karabély, ami igazából SMG-nek van írva a játékban, de gyakorlatilag ez egy karabély. Ez a fegyver 36-ot sebez, 720 a fire rétje, és 30 plusz 1 golyó fér bele. A recoil-ja abszolút kontrollálható. Én reflexzel, flash és vertical grippel használom ez a fegyver egy nagyon jó választás, és szinte semmi nincs, amit pikkelnék e helyett védő oldalon, ha csak a másik elsődleges fegyverét nem, ami az AVP, <coughs> a BOSG 12 Slug Shotgun. Ez a játék legnagyobb sebzésével és legkedvezőbb damage fall rendelkező fegyvere. Az csak egy statisztika, hogy 125-et sebez, viszont akármilyen távolságon akár akárkit kettő melkas találatból meg lehet vele ölni. Az egyarmorosokat pedig 15 méterig egy hiteli melkasba, ami elképesztő. Összesen kettő slug töltény fér bele, tehát ez egy high risk, high reward fegyver, és jó aim skilleket igényel. Ugyanis ha eltalálod mind a két lövéssel az enemit, és nagyjából pontosan céloztál, akkor biztosan nyertél. Ha viszont nem, akkor mire a másodlagos fegyverre váltanál, talán már halott is vagy. Egyébként reflexet, vertical grippet és lézert ajánlok rá. A két másodlagos fegyvere közül mind a kettő géppisztoly, ismerkedjünk is meg velük. A CZ-nek előnye, hogy 35-et sebez, és hogy kisebb a visszarúgása, mint a másiknak, de óriási hátránya, hogy egy hangtompítón kívül max skin tudunk rátenni. Itt van az SMG-12, ami ugyan kevesebbet sebez és durvább a rikoéja, de gyorsabb is, több is fér bele, és még grippel, lézerrel és célkeresztel is bővíthető, így ezt tegyétek is meg. Egyik barátommal beszéltük, hogy lehet célszerű a loadoutban egymás alatti fegyvereket egyszerre hozni, tehát a K1-a -ja mellé a cz a Soti mellé pedig az SMG-12-t pikkelni, hiszen a k 1 án van szájt, így a cz hozhatod, hogyha te a nagyobb sebzést és a kicsit kedvezőbb recoil szereted, viszont a shotgun mellé úgy gondolom mindenképpen kell egy másodlagos fegyver, amire tehetsz célkeresztet, mert megesik, hogy távolra is kell vele lőni, amihez elengedhetetlen egy célkereszt. Másodlagos gadgetnek szöges drótot vagy impeggránátot tud hozni, szituáció, map és szájtfüggő, függő, de én talán többször hozom impact hiszen Bandit, Jéger és Smoke szinte mindig van, akik 7 szöges drótot hoznak összeadva, és az elegendő általában, szóval én hozhatom az Impeggránátot Vigillel, és robbantgathatok majd a rómerkedés közben. Vigil fegyverkészete nagyon jó, imádom, messze a legnagyobb pozitívum vele kapcsolatban, adok is rá egy 9 per 10-et. Viszont most jön a fekete leves, ami a gadget kategória. Vigil gadgetje egy elektronikus átlátszóságrenderelő készülék, ami, amikor aktív, kivágja a Vigilt minden drón és meghackelt kamera képéről. Hasonló a mechanikája, mint Caveira Science Stepjének, hiszen feltöltődik, aztán lemegy, aztán újra feltöltődik. Érdekesség még, hogyha egy drón megy el mellette, miközben aktív a gadgetje, akkor a drón fehéren fog világítani. Tehát Vigil tudja, hogy a, az enemi tudja, hogy itt van, viszont nem látják őt. Igaz, ez még a kamerákra is, tehát azok is fehéren fognak világítani, amikor Vigil ránéz. A drónozó fél viszont. Fehér sávokat lát megjelenni a képernyő szélein, ha Vigil 12 méteres környezetében van. Minél közelebb vagy hozzá, annál erősebb ez a jelzés, sőt, ha szinte a lápején vagy, akkor halk csipogást is hallhatsz. Nagy gondom a gadgettel az, hogy gyakorlatilag jelez az eneminek, hogy igen, erre felé vagyok, ezeket a szobákat jól nézzétek meg, sőt, akár várjátok meg, amíg lejár, a képességem ideje, és akkor már biztosan tudjátok a pozíciómat, ide pusoljatok esetleg egyszerre, és egy időben többen is, szóval egyszerűen elárulja, hogy hol vagy. Ez a gadget egyszerűen csak annyira jó, hogy egy kis időt vesztegessen el a támadók idejéből, de a pozíciód elrejtésére szerintem nem igazán alkalmas. A másik dolog, hogy kis millió hunter van rá, jackal, IQ, Twitch, Thatcher, és igazából bárki, aki elég türelmes uh, ahhoz, hogy megvárja, amíg kikapcsol a gadgetje. Egyébként, hogyha már így a counter beszélünk, akkor IQ látja a falon keresztül, kicsit pulshoz hasonlóan egy mozgó dobozt kell figyelni, Thatcher IMP-je lemeríti, és újra fel uh, kell utána Vigilnek tölteni a képességét, ugyanezt éri el Twitch és a drónjával, ha sikerül eltalálni a dobozt a hátán. Jekyll pedig azért counter rá, mert hiába láthatatlan a videókon, Jekyll be tudja követni, és ugyanúgy spottolva leszel, mint bárki más. Kivéve ugye Kaveira. Gadgetre, Vigilnek én semmiképpen sem tudok többet adni, mint egy 3 per 10. Lássuk a használhatóság kategóriát. Vigil össze tud dolgozni castle továbbá ha skilles vagy, akkor tudsz vele védőglázas játszani, és közben bételni, időt nyerni, és jól rómolni. De ennek megtanulása túl sok időt és energiát igényel ahhoz, hogy azt mondjam rá, hogy egy átlagos játékos mindig ki tudja belőle hozni a maximumot, ha egy kicsit odafigyel. A pontozás előtt még elmondanám ezt a kesszel trükköt, szóval a jó kastélyka feltesz egy armor penölt, amibe Vigil beleüt, majd az ütés helyénél lő egy lyukat a sotival, és már is kész egy pixel angle, egy pixel hole, ami egy egész folyosót is le tud akár fogni, hiszen nem lehet téged ellőnni, csak nagyon nehezen és csak kevés operátorral. Nem szabad túl nagyra tágítani ezt a lyukat, ugyanis 6 ütés és 6 lövés után a barikád letörik. A használhatósághoz kapcsolódik még, hogy a plénen counter igaz, amíg az OTS sniperrel, az üveget belövő golyóval is meg tudsz valakit ölni, addig Vigil csak lyukat tud ütni rajta, ami senkit nem sebez meg, és majd a következő, már a lyukon keresztül becélzott lövéssel tudsz valakit megsebesíteni. A használhatósághoz szorosan hozzá tartozik az, hogy egy armoros és három speedes, ami a rómerkedésnél ugyan nagyon jól jön, de pláne rúkarmor nélkül elég keveset bír. A kantöröket felsoroltam már az előző kategóriában, de kihatással vannak nyilván ide is, hogy Jackal hogyan keseríti meg az életedet, stb. stb. Így vigilnek használhatóságra végül egy 6 per 10 adok. A végső pontszám megismerése előtt beszéljünk kicsit a feladatáról. A feladata röviden annyi, hogy nagyon durva romgémet játszon, minél több időbe teljen az eneminek még megtalálják, és esetleg lelövik, hogyha már uh, minden kötél szakad. Kezelje ügyesen a range pláne ha a shotival van, és freggeljen. Az a helyzet, hogy erre a célra sok jobb operátor is van, jelenleg nincs olyan dolog a metában, amit mindenképpen csak és kizárólag vigil kéne megcsinálni, ergo pótolható. Viszont ha hozod mindenképpen lőd ki a hecseket, vagy még jobb, ha csak magadnak pridemidzseled e, kettő lövésből, és amikor arra jársz, és le akarsz droppolni, akkor kilövöd. Ezzel tudod, hogy más nem használta a hecset, viszont nem kell reloadolnod, ugyanis legalább három lövés kell a shotgun ahhoz, hogy kinyis egy hecset. Összességében vigilt azért vedd meg, ha még nincs meg, vagy azért használd, ha már igen, mert lóda útja van, Ahogyan pedig a számok kihozták, ő egy 6,3-at ért el a maximális 10-ből, így a C kategóriába került. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, igazán nagyra értékelem, remélem tetszett, ha így van, nyomj egy lájkot, like írd le a véleményedet, az meg, hogy jusson el másokhoz is, hát ha vannak még, akiknek tudok segíteni ezzel az operátoriskola résszel, továbbá, ha új vagy iratkozz fel, nyomd meg a feliratkozás gomb a csengőcskét, hogy ne maradj le például a következő részről, amiben Dokebiről, a hacker csajról fogunk beszélni. Találkozunk legközelebb, na de addig is gaming is fun, és sziasztok!